Főbb híreink. A nem sokára induló nemzeti konzultációban három olyan fontos gazdasági kérdés is lesz, amiben Brüsszel megtámadta Magyarországot, mondta Hollik István. Magyarországi lőszergyártásról írtak alá szándéknyilatkozatot a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével Budapesten. Az izraeli védelmi erők egy új értékelése szerint a Hamas október 7-i mészárlásáról az derül ki, hogy mintegy 3000 terrorista hatolt be Dél-Izraelbe. Végrehajtotta szűz repülését a 96-400M széles törzsű modernizált hosszú távolságukra készült repülőgép prototípusa, közölte Jenis Manturov. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Amennyiben a nemzetközi közösség nem képes békésen rendezni napjaink biztonsági kihívásait, akkor az emberiség minden eddiginél közelebb kerülhet a harmadik világháború kirobbanásához, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Asztanában. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy csütörtökön Orbán Viktor kormányfő a kazah elnökkel tárgyalt, majd sor került a türk államok szervezetének következő csúcs találkozójára, melynek az utóbbi időszak biztonsági kihívásai miatt különösen nagy a jelentősége. Közölte, hogy Európa szempontjából a hidegháború vége óta nem volt olyan rossz a biztonsági helyzet, mint jelenleg. Fegyveres konfliktus dúl a kontinensen, illetve a közvetlen szomszédságában is, ekközben pedig a terrorfenyegetettség egyre súlyosabbá válik. Keresni kell a békés megoldások lehetőségét. Ha a globális közösség nem lesz képes a mostani biztonsági kihívások közül legalább egyet-kettőt eljuttatni a békés megoldáshoz a következő viszonylag rövid időszakban, akkor nem teljesen irreális azzal számolnunk, hogy minden eddiginél közelebb kerülünk egy harmadik világháború kirobbanásához, mondta. A nem sokára induló nemzeti konzultációban három olyan fontos gazdasági kérdés is lesz, amiben Brüsszel megtámadta Magyarországot, és ránk akarja erőltetni az akaratát, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István hozzátette, ezek ráadásul húsba vágó kérdések, hiszen a rezsicsökkentésről, a kamatstopról, valamint az extra profitadóról szólnak. Brüsszel szerint ezeket mind el kell törölni. Ma viszont Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági energiaár, mondta a politikus, aki úgy fogalmazott, ennek vetne véget a brüsszeli direktíva. Hollik István hangsúlyozta, egy ilyen komoly politikai vitában meg kell kérdezni a magyar embereket. Legalábbis szerintünk, tette hozzá. Úgy látszik, a dollár baloldal szerint viszont nem. Ezen persze nem csodálkozunk, hiszen amikor ők kormányoztak, soha nem kérdezték meg az embereket. Az energia árakat viszont 2010 előtt az egekbe emelték, és emellett ők persze Brüsszel minden kérését kérdés nélkül végrehajtották, mondta Hollik István. Magyarországi lőszergyártásról írt alá szándéknyilatkozatot az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs ZRT, valamint az olasz Beretta vállalat csoport képviseletében a tulajdonos Pietro Beretta a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével Budapesten, közölte a Honvédelmi Minisztérium. Szalai Bobrovnicki Kristóf minisztert idézve azt írták, az N7 Védelmi Ipari Holding és a nagy hagyományokkal rendelkező olasz Beretta vállalat csoport közti szándéknyilatkozat aláírásával két új a magyar honvédség számára nagyon fontos lőszerfajtát is Magyarországon gyártanak majd. A miniszter közlése szerint a 7,62 mm-es és a 12,7 mm-es lőszer többek között a már jól ismert Lynx és Gidrán harci járművek fegyverzetéhez szükséges. Mindkét eszközünk gyártására Magyarországon kerül sor, nem sokára pedig már a muníció is itthon készül, fogalmazott Szalai Bobrovnicki Kristóf. Külföldi híreink. Az izraeli védelmi erők egy új értékelése szerint a Hamas október 7-i mészárlásáról az derül ki, hogy mintegy 3000 terrorista hatolt be Dél-Izraelbe, hogy végrehajtsa a gázai határmenti városokban elkövetett gyilkos álmokfutást, tudta meg a The Times of Israel. Korábban a hadsereg becslése szerint mintegy 2500 terrorista vett részt a példátlan támadásban, amely mintegy 1400 ember életét követelte Izraelben. Többnyire civilekét, akiket otthonukban vagy egy zenei fesztiválon mészárolták le. A terroristák legalább 245 túszt ejtettek minden korosztályból, miközben több ezer rakétát lőttek ki izraeli városokra. A legutóbbi becslésben szereplő 3000-es szám csak a fegyveres terrorszervezetek tagjait tartalmazza, nem pedig a gázai polgárok hullámait, akik a nap folyamán a kerítésen lévő hatalmas réseket kihasználva szintén bejutottak. Az egyik elfogott terrorista a Shin Bet biztonsági ügynökség által közzétett kihallgatásán készült új felvételen
borzalmas leírást adott arról, hogy ő és társai október 7-én Kfar Azában gyerekeket és családokat lőttek agyon. Miközben az IDF egyre mélyebbre hatol a gázai övezetben, hogy felszámolja Hamas infrastruktúráját és terroristák tucatjait likvidálja, a csoport vezetője Ismail Haniyeh televíziós nyilatkozatban jelentette be, hogy hajlandó politikai tárgyalásokat folytatni. Készek vagyunk a politikai tárgyalásokra a két állami megoldásról, amelyben Jeruzsálem Palesztina fővárosa, mondta beszédében Haniyeh, hozzátéve azt a kikötést, hogy a folyamat csak tűzszünet és humanitárius folyosók megnyitásának feltételével kezdődhet meg, hogy több segélyt juttassanak Gázába. Ismail Haniyeh látszólagos hajlandósága az Izraellel való párbeszédre teljesen ellentétesnek tűnt a Hamas politikai irodájának egy másik tagja, Ghazi Hamad nyilatkozatával, aki a múlt héten kijelentette, hogy a terrorcsoport további, az október 7-ihez hasonló mészárlásokat kíván elkövetni, ha csak lehetőséget kap rá, amíg Izrael el nem pusztul. Az elmúlt héten több tucatnyi kép és videóklip látott napvilágot, melyeken az IDF katonái a Cisjordániában elfogott palesztinokat bántalmazzák és alázzák meg, gyakran bekötött szemmel és megbilincselve. Az egyik legbrutálisabb videón, amelyet elmosódottan mutatnak be, az IDF katonái magukat filmezték le, amint 7 cisjordániai munkást bántalmaznak, akiket elfogtak, amikor engedély nélkül próbáltak Izraelbe lépni a dél-hebroni hegyektől délre fekvő területen. A felvételeken látható, amint a palesztin férfiak mesztelenre vagy félmesztelenre vetköztetve, bekötött szemmel és megbilincselve, fájdalmukban sikoltozva menekülnek. Egyiküket a földön vonszolják. A videó egyik képernyőképén látható, amint egy katona a csizmájával az egyik palesztin fejére lép, miközben egy másik katona fegyvert fog rá. Egy másik erőszakos jelenetben, amelyet a kamera rögzített, egy katona hasbarúg egy bekötött szemű palesztin férfit, majd leköpi és arabul sértegeti. Az izraeli védelmi erők információbiztonsági szerve leleplezett egy több tucat hamis közösségi média profilokból álló hálózatot, amely az elmúlt napokban megpróbált információkat kiszedni katonákból, a csapatokról és a műveleteikről a gázai övezetben. A profilok mögött az Irán vezette Izrael és nyugatellenes nemzetek és terrorcsoportok informális koalíciója, az úgynevezett ellenállási tengely áll, amelynek tagjai próbálnak segíteni a Hamas terrorszervezetnek. Főként Instagram profilokon keresztül létező nők fotóit használva levelezéssel, hangfelvételekkel és videóhívásokkal próbáltak bizonyos fokú romantikus kapcsolatot kialakítani az információszerzéshez. A hitelesség érdekében minden álprofilhoz barátok és családtagok álprofiljait társították. Mikor mész be Gázába, milyen messze van a bázisod az otthonodtól, és Isten óvjon, hol vagy most kérdések szerepeltek a beszélgetésekben, arra kérve a katonákat, hogy készítsenek képeket magukról a terepen. A hadsereg közölte, hogy a műveleti elhárítás mellett politikai szinten a profilok inkriminálására és blokkolására törekszenek. Ismerjük azt a tendenciát, hogy az ellenség arra törekszik, hogy hírszerzési információkat gyűjtsön az izraeli védelmi erők tisztjeiről, ami megbillentheti a harcokat, mondta az Információbiztonsági Szervezet vezetője, akire csak neve Héber kezdőbetűjével és rangjával, mint Gimmel ezredes lehet utalni. Lengyelország további 20 nappal november 22-ig hosszabbítja az ellenőrzést a szlovák határon, Mariusz Kaminski lengyel belügyminiszter döntése szerint. Lengyelország a növekvő migrációs nyomás miatt október 4-től ideiglenes szúrópróbaszerű ellenőrzéseket vezetett be a szlovák határon. Az intézkedést október 12-én már egyszer meghosszabbították. A most kiadott belügyminiszteri rendelet szerint a szigorított határellenőrzés idején a forgalmat továbbra is 9 közúti, 3 vasúti és 10 gyalogos átkelőre korlátozzák. A lengyel határőrség szerdán közölte, október 4-e óta több mint 343 ezer embert és csaknem 114 ezer járművet ellenőriztek a Szlovákiával közös határátkelőkön. Hétfői adatok szerint ebben az időszakban 2052 Szlovákiából érkező illegális bevándorlót tartóztattak fel, az év elejétől októberig mintegy 1700-at. Orbán Viktor miniszterelnök kétoldalú megbeszélést folytatott Erdogan török államfővel is Kazasztán fővárosában, Asztanában. Tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A két vezető a Türk Államok Szervezetének 10. csúcs találkozójára érkezett a kazah fővárosba, amelyet pénteken tartottak. Végrehajtotta szűz repülését a 96-400M széles törzsű modernizált hosszú távolságokra készült repülőgép
közölte Denis Manturov orosz miniszterelnök helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter. A korszerűsített IL-96-400M első és sikeres repülése a hazai tervezőirodák és repülőgépgyárak legmagasabb szintű kompetenciájának bizonyítéka, mondta Manturov az orosz kormány sajtószolgálatának közleménye szerint. A tárcavezető szerint a modernizált repülőgép megőrizte IL-96-300-as nagy teljesítményét, és új üzemeltetési és szállítási képességeket is kapott. A továbbfejlesztett járműtörzsét 9,35 méterrel hosszabbították meg, a gép nagyobb teljesítményű PS-Z90A1 típusú hajtóműveket kapott, és így akár 370 utas befogadására is képes. A maximális repülési távolsága 8100 km. Az orosz alkatrészekből készült új korszerű kormányzási és navigációs berendezéseknek köszönhetően javul a repülés biztonság és a megbízhatóság a repülőgép aerodinamikai elrendezésében, szerkezetében, rendszerei pedig olyan megoldásokat alkalmaznak, amelyek biztosítják az üzemeltetés hatékonyságát, hangsúlyozta Manturov. Híreinkről bővebben a brailleprice.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma is marad a változóan felhős napos enyhe időjárás, este mindenütt megvastagszik a felhőzet, helyenként csapadék is kialakulhat. A hőmérséklet jellemzően 13 és 20 fok körül várható. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!